A belga kormány jóváhagyta az Ukrajnának szánt 25. katonai segélyezési tervet, amely 100 millió eurós segélyt tartalmaz az ukrajnai F-16-os vadászrepülőgép flotta karbantartására. Jelentette be Ludivinde Dondör szövetségi védelmi miniszter. Belgium az úgynevezett F-16-os koalíció része, amely 13 országot tömörít Dánia, Hollandia és az Egyesült Államok vezetésével, azzal a céllal, hogy elősegítse Ukrajnának létrehozni a vadászgépeken alapuló jövőbeli légierejét. Belgium a kezdetektől fogva elkötelezte magát e koalíció mellett emlékeztetett a miniszter sajtónyilatkozatában. Az ukrán technikusok képzését már megkezdték az F-16-os flotta üzemeltetési karbantartására, és Dániában folyamatosan részt veszünk a leendő pilóták kiképzésében. A belga honvédelem továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a területének visszaszerzéséért és lakosságának védelméért folytatott harcában, hangsúlyozta Ludivin de